Hát sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Garázsmenet. Tényleg? Jó. És itt van velünk Ájse. Sziasztok! Én téged már viszonylag régóta ismerlek. Na jó, az kevesebb, mint egy éve. Egy éve, kb. Igen. Szerintem. Amikor talán az egyik forgatáson, vagy valamilyen... A videós gálának, a tavalyi videós gálának, igen, a rewindos videó forgatásán szerintem. Igen, 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 igen. Aztán együtt mentünk a videós gálára, és szerintem azóta nem is láttalak, nem? Beszéltük, hogy kéne találkozni, de egyszerűen az életben mindig annyira nehéz, vagy nem tudom. Igen, igen. Te hogy vele. Ez abszolút így van, főleg, hogyha mindenki ingázik, te is ingázol, ha igen, jól tudom. Igen, is. Te is, mert hogy nem ott, hogy nem pesti vagy, de Pesten tanulsz, igen, ugye? Igen, igen. Hát, de most nagyon segítőkész voltál. Úristen, most igen. Most így az utolsó pillanatban leugrottál hozzánk. Igen, mert gondolkoztuk, hogy... Nagyon last minute volt, de... Igen. Mondjuk az a jó egyébként, hogy most ez így... Tehát nem lettem volna amúgy Pestán. Tehát, hogy azért maradtam fenn, mert hogy tegnap kint voltunk Zakopánéban, mm-hmm, és akkor így most tegnapra nem megyek haza. Igen, mert gondolkoztam is, hogy te általában nem vidéken szoktál lenni hétvégenként? De. Úristen. Úgyhogy mázlid volt. Micsoda mázlid? Aj, de jó. Igazán megtisztelve érezzük magunkat. Igen, és amiről, hát több dologról beszéltünk. Én szeretnék kérdezni. Kérdez? Nagyon-nagyon szép a neved. Mit jelent? Van vagy ennek utána lehet hát, kérdezni? Hát igazából ugye ez egy török név. Igen. De így kvázi jelentése nincs a muszlimoknál annyi, hogy Mohamednek a második vagy az első feleség. Igen, voltam. Nem vagyok muszlim, szóval, hogy ne kövezzenek meg érte, de ja, amúgy, ja. És maga a vezetéknév esetleg? Hát a gül az rózsát jelent, úgyhogy ilyen rózsás, illetve jelenti azt, hogy mosoly, vagy a mosolygós. Szóval... Akkor a jelentése is szép, nem csak a hangzása. Ja. Szép, nagyon. És akkor te félig török vagy, te török származású. És ugye azt figyeltük meg, hogy te ezt nagyon szereted, nem? Hogy erre, na, ez egy érdekes szor, és gondoltam, hogy rákérdeztem amúgy, mert hát körülbelül olyan 2 évvel ezelőtt került fel az első olyan videó, ami ilyen török témájú volt. Uh-huh. És annyira emlékszem, hogy este, amikor feltöltöttem, akkor így úgy voltam el, hogy mondom, úgy sem nézzék meg, senkit se fog érdekelni, csak kérték páram, meg kicsi vérfrissítést akartam a csatornán, és úgy voltam vele, hogy jó, megcsinálom, és akkor körülbelül én 2 hét voltam, úgy mire megvágtam, mert így annyira nem érdekelt a videó, tehát így nem éreztem magaménak a témát se annyira, és felraktam, és arra emlékszem, hogy reggel, amikor felkeltem, ilyen 10 órakor már volt rajta 15 000 megtekintés, tehát így egy éjszaka alatt így kb. Annyi megtekintés jött rá, mint 2 hét alatt egy videómra. Szóval így teljes sokkot kaptam, és utána annyira hirtelen megnőtt, és az a legnézettebb videóm amúgy. Az a nyelvúra? Igen, az első az ilyen nyelvleckés. Az is most 170 ezernél van. Igen. Annyira igen, durva igen. volt, és jöttek a visszajelzések, hogy ez nagyon jó, csinálj meg, és onnantól indult igazából ez a török téma a csatornán. Akkor erre van igény ezek szerint? Meglepődtem egyébként, hogy van, de úgy látszik, hogy... De előtte is kérdeztek azért a nevedből adódóan, gondolom, nem? Én sem voltam amúgy annyira nyitott így ezzel kapcsolatban, mert elég sok rossz élményem van amúgy, de ja. És akkor neked ez nem is annyira benned volt ez a török ország, vagy török kultúra iránt érzett szeretet, hanem csak úgy jött ez a videó, és mivel sokan kedvelték. De addig is, amúgy én, tehát hogy nekem, ha megkérdeznék tőlem, hogy te magyar vagy török, akkor nem tudnék rá válaszolni. Igen? Nem. Itt nőttem fel, de hogy legalább annyira szeretem Törökországot, mint Magyarországot. Tehát, hogy annyira ilyen egyenlő, és pont ezért szeretném egy kicsit azt a török vonalat most már így a csatornán képviselni, mert hogy ugye magyar videókat csinálok. Persze. De hogy ez azért egy más. Úgyhogy azért nálunk ilyet nem csinál más. Hát igen, ez egy színfolt, egy ide színfolt. Igen. Ja. Igen. És tényleg nagyon meglepő voltam, hogy mennyi visszajelzést kaptam, hogy ilyet még kellene. Meg hogy mennyien érdeklődnek ez iránt a téma iránt. Igen. Meg ha nem is feltétlen török, hanem arról is beszéltél, hogy milyen félvérnek lenni, igen, és hogy igen, azok, igen. akik esetleg valami más nemzet. Igen, az viszont egy nehéz téma volt. Hát persze. Kíváncsi voltam úgy, hogy
milyen visszajelzések jönnek. Alapvetően nincsenek olyan nagyon utálkozó kommentelők a csatornámon, tehát alapvetően szerintem elég szerencsés vagyok, hogy a közösségem az így rendes és aranyos, kedves. Igen, nem kapsz. Hát azért néha jön, nyilván. Főleg az ilyen storytime-os videóknál. De az például a félvéres témás videó, az pont egy olyan pont volt, nem. Hogy... Akkor nem jöttek rá. Nem. De olyanok voltak, akik mondjuk úgy együtt éreztek veled, mint amit Dóri mondott, hogy szintén más félvérekek. Igen, ott is, meg ugye a storytime-os videóknál is. Egyszer jött egy komment, hogy csak azért csinálom ezeket a storytime-os videókat, hogy az emberek együttérzését megnyerjem, és így ültem a székben, és nevettem, hogy most komolyan ezt valaki tényleg, tehát, hogy ez jön le neki. Igen, tehát, hogy ez jön le neki, hogy ezért vannak a storytime videók, hogy elmondok valamit, és hogy sajnáljanak az emberek. Konkrétan így írta le, azért csinálom, hogy csak sajnáljanak. Meg a sajnálatján nyilván nem idegenektől, hogy várja az ember. Mondom, nem azért. Egyszerűen csak annyira jól látni, hogy jön egy komment, hogy vele ez történt, és utána jön még 20, hogy igen, tényleg velem is ez történt, és akkor leírják a saját sztoriaikat, és annyira jó, hogy így összekapcsolódnak kvázi az emberek. Igen, azt én emlékszem, hogy neked olyan sztoriaid vannak, amit azért legtöbb főként lányok, hogy az ilyen, amit így átélnek, igen, ilyen nagyon átérezhető, és ez szerintem annyira jó, hogy ezt ilyen őszintén ezeket elmondod, és ezzel tudunk mindannyian át tudjuk érezni, és mindannyiunknak vannak hasonló sztoriai. Mert jó az, hogyha azt érzi az ember, még ilyen különlegesebb témákban is, egyedi témákban is, mint a félvérség, hogy van még, akihez tud kapcsolódni, van még, aki mellett áll, ugyanúgy, és ugyanazt érzi, mint ő. Igen, bár én most nem feltétlen a félvérség. Nem, jó, de hogy ezt mondom, hanem... egy ilyen különlegesebb témában is. Aztán nyilván a többi meg végképp. Igen, jaj. És én úgy érzem, hogy a storytime-jaid alatt tipikusan egy kis girl club alakul ki, nem? Hogy így azon édes. Mindenki elmondja, nem, azt nem szokott lenni, hogy mások is megosztják a saját sztoriaikat. De abszolút, meg nem csak a kommentekben, nagyon sok üzenetet kapok, szinte minden storytime videó után így megtelik az Instagram üzenetkérési engedély szekció, tehát hogy így nagyon durva. Ez szerintem nagyon bátor, én lehet, hogy én ilyen sztorikat, én úgy érzem, hogy nem azt, hogy nem mernék megosztani, csak így félnék, hogy nem tudom. De te nem volt benned ilyen, amikor... Hát volt olyan téma, aminél azért eléggé paráztam. Mert tudom, hogy például az iskola izaklatásos, piszkálásos videót, hogy tudom, hogy vannak olyan osztálytársaim, akik gyűlöltek, és a mai napig amúgy nézik a videóimat. És visszajutnak ám a dolgok, tehát, hogy így kicsi a világ, de hát, hogy nagyon-nagyon féltem amúgy, hogy mit fognak gondolni azok, akik ismernek és nézik a videóimat. Vagy akár amikor a családos témáról beszéltem, hogy tudom, hogy a keresztüleim nézik a videóimat, és hogy mit fognak gondolni. Igen. De igazából csak pozitív visszajelzés jött. Meg például legutóbb most néztük meg az egyik srácról, akivel együtt dolgoztam, hogy mondtad, hogy ő például nézi is a videóidat. Tehát, hogy az kiderült, hogy azt látta-e, amit róla csináltál? Nem, abszolút nem tudok róla, hogy ezt megnézte volna-e. Valószínűleg igen. Várhatóan. Valószínűleg igen. Biztos mosolygott egyet. Kár, hogy nem osztottam meg az Instagram-ját, tuti híres lett volna. Ó, azért ez egy erős húzás lett volna. Bár lehet, megérdemelt. Igen. És Martin, téged nagyon érdekelt a szak, azt gondolom, hogy neked adom a lehetőséget. Az nekem nagyon érdekelt. Egyrészt nagyon szimpatikus volt, amikor megláttam a videódban, hogy ugye anyanyelvi szinten nem tudsz törökül, és az életed első szakaszában nem kapcsolódtál annyira, vagy nem volt olyan kapcsolódási pontod, de az nekem annyira szimpatikus volt, amikor mondtad, hogy önerőből elkezdtél tanulni törökül, és önerőből elkezdtél kapcsolódni a kultúrád ezen részéhez, vagy a személyed ezen kultúrájához, és főleg az, hogy most ezt elmondtad, hogy eljutottál egy olyan pontra, hogy ugyanannyira érzed, mint a magyar rész. Konkrétan az, hogy a török szakon ott nyilván nyelven kívül mit tanultok meg, hogy mit szeretnél ezzel foglalkozni jövőben? Igen, ezt nagyon sokan kérdezik amúgy, hogy csináljak egy videót a suliról, meg így arról, hogy mit tanulok. És de nagyon sok üzenetet kapok azzal kapcsolatban, hogy megérje jönni, mert szeretne törököt tanulni, blablabla. És az a helyzet, hogy amikor én ezt megjelöltem, akkor így ott álltam a érettségi előtt, így január környékén, amikor ugye választani kell, hogy hova akarsz menni, és így média és kommunikáció ELTE, az volt az első. Aztán jelöltem meg
marketinget, azt hiszem a Corvinuson, amit áldom az eszemet, hogy utoljára raktam a végén, mert így annyira nem nekem való. És végül is a kommunikáció média szakra nem volt elég pontom. Elég magas egyébként, azt hiszem 4.60. Mi ott vagyunk, azon vagyunk, csak mi Szegeden vagyunk, és nekünk 4.70 volt. 4.70 az állami. Tehát, hogy így nagyon-nagyon magas volt, és tudtam, hogy amúgy a török szakra mindenképp fel fognak venni, mert azon meg irreálisan alacsony volt a ponthatár, és nekem ilyen 4.30 körül volt a pontom, szóval, hogy így pont abba a kategóriába esek, hogy ahova akarok, oda úgyse vesznek fel, ahova meg lejjebb van a ponthatár, de meg mindenképpen. És hát végül is ide jöttem, és én az első fél évben nagyon élveztem. Kicsit nehéz volt megtalálni a helyemet amúgy. Mert az összes szaktársam körülbelül úgy jött oda, hogy már tudott törökül valamennyire. Én is tudtam valamennyire, de ők sokkal jobban, tehát ott jártak nyelvtanfolyamra előtte. Meg hogy mindenkinek az volt az indoka, hogy török sorozatokat nézett, meg nagyon szereti a kultúrát, de hogy konkrétan, mint én, hogy félvér nem volt. És annyira emlékszem, sose fogom elfelejteni, valószínűleg a tanár úr is nézi a videóimat, mert mindenről informálódtak. Szóval, hogy volt egy óra megbeszélésünk, hogy mikor legyenek a nyelvórák. És minden tanár ott volt, aki a tanszéken tanít, az 5 darab, tehát hogy nem voltak sokan. És a tanár úr az, mikor felolvasták a neveket, hogy mindenki itt van-e hozzámért, ugye az én nevemhez, és azt mondta, hogy hát ezt hittük maga nem jó, mert hogy már ezt tudnia kellene. És én így lepergetettem az életem. Éreztem, hogy ennek ez nem, tehát hogy ez nem lehet nem az én helyem. És az volt az első pillanat, amikor úgy éreztették velem, hogy lehet neked nem kéne itt lenni. De ezt nem ért azért, mert félig török vagy? Vagy miért? Hát látták ugye, hogy Ájse a nevemben, meg a családnevem is török kvázi. És így... De így azt várták, hogy ezeket te már tudod, vagy micsoda? A mai napig amúgy. A mai napig. És hát így sokot kaptam, mondjam, hogy ez most így mi. Tehát, hogy nem igazán értettem a dolgot, és akkor lehet, hogy csak második fél évtől kezdett el tanítani, és onnan. Tehát első fél évben első fél évben még nem. És a második fél évtől ott romlott meg így a sulival a kapcsolatom. Nem igazán érzem már ezt magaménak. Nyilván én is lehetnék szorgalmasam, nem arról van szó, de hogyha nem motivál semmi, tehát nem látom már értelmét, hogy elvégezzem a szakot, és lesz róla egy papírom, hogy elvégeztem egy a rendes megnevezésem, hogy turkológia. Tehát, hogy ez leszek, és mit csinálok majd vele, mert amúgy ott maradhatok a tanszéken tanítani, elmeltek fordítani, vagy vezethetek turistákat, ugye már beszélem a nyelvet, kimeltek külföldre szintén tanítani, vagy valami, tehát hogy ezekből egyiket sem akarom olyan 100%-osan, és amúgy tesznek is róla, hogy ne akard, mert így konkrétan az összes tanárunk elméjében az van, hogy minél többen végzik el ezt a kis szakot, annál több konkurencia lesz a munkakeresésben. Aha. Tehát, hogy nem akarják, hogy a hogy későbbi diákok... Hogy elvegyük tőlük kvázi a munkát. És tavaly nem tudom, talán 4-en végezték el. De miért még honnan, még van másik szak is, ahol ezt lehet tanulni? Vagy honnan lehet még elvenni a munkát? Vagy... Ez STN is van? Tőlük. Tehát, hogy tőlük konkrétan. Ott maradsz tanítani a tanszéken. Hát azt tudjuk összélem, igen. És ezért demotiválják a diákokat, hogy tanuljanak? Hogy... Ez az egyik. Ez elég olcsó húzás. Egyébként senki nem hiszi el nekem, de ha végig gondolja az ember, annyira magától értetődő. Jogos, mert mégis ez egy kis piac. 15 embert vesznek fel a szakunkra, úgyhogy hát ebben max. 5-en, ha elvégzik. És ez nagyon durva, és szóba került most itt az Erasmus, és te egy fél mondatban mondtad, hogy nekem meg van tiltva, hogy Erasmusra megyek. Hát nem az, hogy meg van tiltva, igazából ez úgy van, hogy így már első fél évben terjengtek a pletykák, hogy hát nem igazán lehet a törökösöknek Erasmusra menni. És én nem értettem, aztán mondták, hogy hát valaki összeveszett valakivel ott a nagy főnökök között, és hogy így nem nagyon lehet menni, és amikor így elkezdtem érdeklődni, hogy amúgy szívesen mennék, mert nyelvgyakorlatnak nagyon jó lenne. És akkor így tudatosult bennem, hogy amúgy nincs is, akinek beadjam a pályázatot a szakon. Tehát, hogy nem foglalkozik konkrétan senki az Erasmusszal. Pont a turkológián, pont ahol
ennyire kézenfekvő, hogy kapcsolódjál egy másik nemzethez, egy másik kultúrához, igen, Erasmuson keresztül. Annyira durva amúgy tényleg így belegondolni, mert a két legjobb barátnőm az egyik francia szakra jár ugyanúgy az ELTE-n, a másik meg olasz szakra, és hogy mind a ketten mehetnek. Uh-huh. Jézusom! Hát ez akkor nem a legjobb. De egy szakon kívül nem lehet esetleg valahogy... Jézusom! Tehát te biztos vagyok benne, hogy tennének arra, hogy ne lehessen. Pláne az én esetem, mert amúgy engem utálnak. És igen, ezt mondtad, hogy volt valami dráma, hogy azt mondták, hogy te utáltattad meg velük a Igen, hogy ugye nagyon sokan írnak rám azzal kapcsolatban, mert tudják a követőim, hogy hova járok török szakra. Hogy megérje, mert nagyon szeretne törököt tanulni. És akkor mindig el kell mondanom, hogy te döntésed, ez csak az én véleményem. Tehát, hogy ezért nem is értettem amúgy, hogy miért vádolnak meg engem azzal, hogy lerontom a szaknak a jó hírét, ami amúgy szerintem nincs is. Szóval, hogy rám írnak, én elmondom a véleményem, hogy jó, oké, ide jöhetsz, de ez nem csak a nyelvről fog szólni, hanem itt nagyon sok más óra van, amit nyilván én sem voltam úgy felkészülve rá, és lehet, hogy ez is az egyik oka annak, hogy nem szeretem már annyira, mint az elején. De hogy... itt a nyelv, a török nyelv, az körülbelül 10%-a. Uh-huh. Akkor mi a maradék? Csúsztam egy évet egyébként, tehát hogy nekem még lesz majd most ezen kívül még egy évem. Sosem találjátok ki, hogy miből. Oha. Egy olyan nyelvnek a vizsgáját buktam el, ami amúgy egy holt nyelv, tehát hogy... Ja, latin? Nem. Ez a régi török, oszmán... Igen, arab betűs írás, de törökül. Jézusom! És tehát, hogy így, anyának is, amikor így ezt elkezdem fejtegetni otthon, konkrétan röhögő görcsöt kap, hogy egy holt nyelv. Uh-huh. Tehát, hogy csak akkor tudnék vele valamit kezdeni, hogyha a nyelvet kutatnám meg magán, ezen a turkológia szakon maradnék kutatni, meg tanítani. Akkor lenne értelme. És így... És egy ilyen irreleváns dologból megbuktatnak, amiért csúszol a szakot. Szerintem tudjátok, hogy ki a tanárom. Jézusom. Jaj, hát ez nem a legjobb. És akkor most mi a terv? Most van valami váltás, vagy hát, azért elvégzed, vagy? Igyekszem elvégezni. Tehát hogy nyilván jó lenne egy papír, meg most, ha már benne van két évem, ez nyilván a harmadik, akkor azért jó lenne most már. Nem biztos, hogy hagyják, meg nem biztos, hogy szeretnék, hogy én ezt elvégezzem, de azért megteszek mindent tőlem, tehát őt. Nyilván, hogyha nem úgy alakul, akkor kitalálok valamilyen mást. Egyébként még mindig az a probléma, hogy nem tudom, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Mm. Tehát ez az Instagram, YouTube világ, ez nagyon tetszik, meg alapvetően én egy kreatív embernek tartom magam. Szóval, hogy ez így jó irány lenne, de hogy még nem állok olyan szinten ebből sem, hogy... akkor most mindent ott hagyok, és csak ez. Akkor szívesen csinálnád, mint munka, de úgy érzed, hogy azért még kell hozzá papír, meg tanulni, meg... És akkor nincs más B-terv munka, ami úgy tetszene? Hát én dolgozom amúgy most két helyen is. Tehát, hogy mindig dolgoztam a suli mellett. Úgyhogy meglátjuk, igazából nyitott vagyok mindenre, anyukám már kevésbé, hogy esetleg passziváljak, vagy ilyesmi. Ami mindenképp tervben van az, hogy ha befejeztem, akkor én utazni fogok. Minimum egy évig. Azt láttam, hogy az egyik videódban mondtad, hogy elutaztál valahova egyedül, és hogy nagyon imádtad, és hogy nagyon... Engem ez annyira érdekel, mert én még soha nem utaztam egyedül, és nem is tudom elképzelni. Nekem az ilyen nagyon ijesztőnek hangzik, és hogy milyen egyedül utazni, vagy az hogy az elején nagyon féltem. Hol voltál? Hollandiában és Párizsban is. Kettőben egyedül. De igen. Kétszer külön, nem? Külön. Persze, tehát külön. Egy a kezdetektől fogva, hogy kell elképzelni? Hát a hollandiását szerintem tudjátok, ha láttátok. Igen. Tehát, hogy oda nem úgy mentem, hogy majd egyedül leszek. De aztán mégis úgy alakult, hogy egyedül voltam így végig azon az 5-6 napon. Nagyon furcsa volt. Ugye ott hát már bizonyos okai is voltak, szóval... Igen, hogy ott már alapból így rossz volt, emiatt igen, viszont... tudtam, hogy azért nagy részben egyedül leszek, tehát, hogy neki is vannak dolgai, igen, meg hogy vagy hát nem lesz éjjel-nappal velem, szóval. Persze. Terveztem magamnak egy kis programokat, hogy hova megyek, mit nézek meg. Szóval így ilyen én idő. Ez a me time. Tipikusan az, és annyira jó voltam úgy, hogy így relax, és hiába írnak a barátaim, hogy mikor találkozunk. Nem, most csak én. Csak az a fontos, hogy én jól érezzem magam, és ugyanez volt Párizsban is amúgy, hogy
Oda már külön egyedül mentél, nem? Mert te úgy tervezted. Igen, és hát annak is voltam úgy oka, tehát hogy a munkám, amit most csinálok, az guide, kvázi. Kicsit... Kísérő. Igen, ilyen tour guide, tehát hogy legénybúcsú csoportoknak vagyok amúgy, amúgy guide, és volt egy francia csoportom, aki ilyen nagyon meghatározó volt, és nekem Párizsra sem voltam első úti cél, tehát hogy mindenképpen el akarok menni Párizsba, az olyan nem volt, csak annyira így mondták, hogy olyan szép, meg tök jó, tök tetszene, meg hozzá tök illik, és tényleg amúgy szerelmes lettem Párizsba, szóval így. Nekem nagy szerelmem, szóval irigyellek kicsit. Igen, úgyhogy ennek ellenére szerintem az egyik legjobb utazásom volt. És akkor mit csinálsz, hogy kinézed, hogy hova fogsz elmenni, milyen kajáldákban fogsz enni, milyen szállás, és akkor... nézek meg, és annyira, tehát nem tudom elmagyarázni az embereknek azt az érzést. Például amikor Hollandiában voltam, elmentem egyedül a tengerpartra. És csak ültem órákig a parton, és annyira hihetetlen volt az, hogy én egyedül oda eljutottam. Mert én, tehát nekem azt senki nem fizette, azt én magamtól. Meg hogy ezért megdolgoztam, és így ültem, és csak órákig néztem a tengert. Annyira ilyen... Ez olyan szépen hangzik. Magical volt. Akkor nincs ilyen pánik, amikor például eltévedsz, hogy most nincs itt senki, aki segít nekem, hogy találjak a abból bébe. Nem vagyok ilyen elveszős típus. Igen, ehhez mondjuk az általában az emberek talpra esettebbek, mint mi. Szóval szerintem borzaszóak vagyunk. Igen. De ez durva. Én ezt mindig is meg akartam kérdezni valakitől, hogy ez milyen az egyedül utazás. Nyilván vannak helyek, ahol nem mennék egyedül. Na, persze. Párizsról is azért eléggé féltem, meg anya meg szerintem 5 napig nem aludt, mert azért hát nem a biztonságáról híres Párizs sem. Igen. Nyilván előtte jól utána néztem, hogy az a kerület, ahol a szállásom van, az biztonságos-e, meg stb. Meg hogy hova nem kell menni, de ja. És Törökországot tervezed egyedül? Mert láttuk, hogy voltál ott... Igen, most a nyáron voltam egy hónapot, kvázi egyedül, de mégsem egyedül voltam, ilyen nyári suli program keretében. És nekem nagy álmom egyébként így végig utazni Törökországot, ilyen, hát lehet backpackingnek is nevezni. Uh-huh. Nagyon sok helyen nem voltam még, és szeretnék, ugye az országon belül. Úgyhogy hát majd meglátjuk, lehet majd, ha befejeztem a sulit. Isten is úgy akarja. És van Törökországban egy hely, ami olyan második otthonszerű, vagy a törökországi otthon, vagy az... Én anyukámmal körülbelül ilyen első osztályos korom óta járok Törökországba, ilyen családi nyaralás, barátokhoz, ismerősökhöz, és így az a hely, ahol mindig vissza szoktunk menni, a Kusadasil neve. Ez azt jelenti, hogy a Madársziget. És hát az gyönyörű az a hely. Hol van Csatra? Égei tenger, ezek szerint? Izmir. Nem? Nyilván az ázsiai oldal, 2000 kilométerre van innen, mert amúgy mindig kocsival szoktunk menni. Kocsival mentem. Igen. De az ott az ázsiai részen van bőven, igen, igen, lent a... Ciprustól erre felé még? Felénk. Felé még. Igen. Akkor ott úgy nagyjából, hogy így jön a... Mi a sziget van vele szemben? Van valami görög sziget pont vele szemben. Mindegy. Valamelyik, mindegy, de úgy nagyjából be tudjuk most igen, már. Igen, és minden nyáron mentünk oda, és így mi a második otthon. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt a helyet. Azok a legjobb helyek, ahol mindig csak nyáron mentek el, és mindig csak nyáron. Egy nyári emlék, igen. De onnan is származik a török családod része, vagy? Hát ott ismerkedtek meg a ott szüleim. Egyébként apukám nem az égei tenger, a fekete tenger partjáról, Samsun. Tehát ott az északi részen, Törökország északi igen, része. Igen. És akkor úgy egy anyukád kint élt, vagy egy nyaraláson? Nem. Hát körülbelül szerintem már olyan 5-6-szorra volt ott, amikor megismerkedtek. És hát valami olyasmi a sztori, mert amúgy ez nekem mindig kicsit ilyen ködös, hogy Isztambulba mentek a barátnőivel, Trabanttal. Ja, de jó. És... valaki ajánlotta nekik, hogy hát mindenképp le kell menniük a tengerpartra. És ezt a várost mondták, és ahol megszálltak apartman, ott dolgozott apukám. És akkor innen indult a love story. És láttuk a videódat, ahol úgy apukádról beszéltél, meg a családodról. Az is szerintem egy óriási dolog, hogy ezt így ennyire megnyíltál, és ezt elmondtam. Sokáig gondolkoztam. Na, igen, hát biztos. Amúgy, mert hogy
anya is mennyire örülne annak, hogyha ezt most így elmondanám. Nyilván. Mit szólt hozzá? Lehet nem látta, mert amúgy erre nem beszéltünk. De egyébként azért csináltam meg végül, mert nekem ez egy nagyon fontos téma, hogy ha belegondolok, az osztálytársaim, akikkel kvázi felnőttem, szülei, szinte egyik sincs együtt. Elváltak, szétmentek, megcsalta, stb. És nálam ez egy annyira fontos téma, hogy egy gyerek egész családban nőjön fel. Úgyhogy azért gondoltam, hogy erről beszélek, mert biztos más is van. És nagyon sok komment jött azzal kapcsolatban, hogy ezt hagyta el, azt hagyta el. Nagyon biztos, mert egy órával ezelőtt pont erről beszéltünk, tehát pont a családról csináltunk egy adást, és amikor együtt néztük ezt az adásodat, ezt a videódat, és aztán vicces volt, mert Dóri rám nézett, mert nekünk azon kívül, hogy mármint neked meg nekem, azon kívül, hogy nekem az apukám az Magyarországon belül van, azon kívül, ez most visszajövök, mondom, de ugyanaz. Tehát tényleg ugyanaz minden aspektusa a dolognak, és egy picit olyan érzés volt. Lipaver. Igen, hogy tényleg sokban hasonlít. Alapvetően szerintem ez egy olyan téma, amit ha megismersz valakit, nem feltétlenül ezzel indítasz. Hát nem. És azért megnézel egy YouTube videót, akár anonimként, tehát hogy tök jó, hogy tudod, hogy van más is, akinek hasonló problémája van. Igen, és sokan. Azért ez például pont egy olyan téma, hogy én úgy nőttem fel, hogy nekem nem volt. Sőt, hozzáteszem, a nagypapám az egyetlen férfi a családban. Azt hiszem, olyan 6-7 éves voltam, amikor meghalt. Szóval én anyukám és a nagymamám között nőttem fel. Csak nők. Uh-huh. És hogy így ez egyébként mennyire nagy hatással van arra, hogy ma milyen vagyok, meg hogy milyen ember lettem. Ezt akartam kérdezni, nekem egy picit más volt, mert ugye nekem más volt fiúként megélni azt, hogy nincs apa. Mert ugye nekem kellett volna lenni egy férfi példának. Neked mennyire, vagy hogy volt ezt megélni lányként? Mert ugye sok problémát okozott, igen, mondjuk úgy, mert hát ugye nők között nőttem fel, anya meg a nagyi. És aztán úgy hozzá, tehát hogy nagyon sok cikket meg könyvet olvastam arról, hogy az a család modell, amit hozol, mennyire befolyásolja a saját énedet, meg a pár keresésedet. Uh-huh. És hogy a volt legjobb barátnőm, ő egy tökéletes családból jött. Létezünk még ilyen? Anya, apa, tesó, izé, happy end, minden, gimiskoruk óta együtt voltak a szüleik, és tehát konkrétan így látta a tökéletes férjet, hogy miért kell. Uh-huh. Igen. És egyszerűen azért, mert hogy pont a tökéleteset, így nem talál senkit. Az én esetemben meg pont az ellentétje, mert én meg nem tudom, hogy nincs meg az a modell, amit így tudat alatt kellene keresnem. Ilyennek kell lenni egy férnek, egy apának, egy... Igen, tehát hogy pszichológia, mindenki olyan párt keres magának, amit otthon látott, igen, amilyenek a szülei. Igen. Hát mindig a gyereknek, a bármilyen nemű gyereknek az ellenkező nemű szülő. Az első szerelme. Igen, nyilván is neked lányként apa az első szerelem. És igen, így nem tudtad, hogy... És amikor olvastál erről, akkor mi jött ki? Vagy mit olvastál, hogy neked milyennek kéne lenned az alapján, amit van? Vagy érted, hogy... Vagy pont az alapján, ami nem volt. Az igen. Hát nehéz amúgy, szóval, hogy valószínűleg pszichológushoz kéne járnom. Egyébként ezt megkaptam már kommentben, hogy itt vannak segélyhívó számok, meg pont egy storytime videó után litániát írt a lány. Nagyon-nagyon kiakadtam amúgy rajta, hogy a lelki beteg vagyok, nekem pszichológushoz kell mennem, csak rejtegetem itt a problémáimat, és azért csinálom a videókat. És így Ez csak segélyt akarsz kérni videókon keresztül? Igen, meg vagy? Akarnak gyógyítani így a videókban, de nem azért csinálom. Nem, tehát, hogy ez az egy dolog, ami zavar a storytime videókkal kapcsolatban, hogy nem érték meg, hogy én nem azért csinálom. Persze, hogyha ennyire őszinte és ennyire őszintén elmondod, hogy mi van, akkor az emberek rögtön elkezdenek gyanakodni, hogy te tuti, hogy vársz tőlük valami segítséget, igen, valami támogatást. Pedig pont, hogy szerintem én a videóiból azt vettem észre, hogy fordítva, hogy te ezeket... Úgy, ahogy ezeket fel lehet dolgozni, feldolgoztam magadban, és segítséget akarsz nyújtani másoknak. Nyilván nem beszélnék róla amúgy ennyi embernek, hogyha... Ha még mindig nehéz lenne. Nyilván nehéz, de kiálltál, elmondtad, mert fel tudtad magadban annyira dolgozni, pontosan, és másoknak akarsz ezzel segítséget nyújtani, nem, igen, te kéred. Igen.
És mielőtt találkoztál az apukáddal, előtt egy kíváncsi voltál rá, vagy ez egy érdekes történet, mert amúgy én anyukámmal, meg így a családdal előtte soha nem beszéltem erről a témáról. Szóval, hogy nekem meg volt ez, hogy oké, ő van, csak nem itt. És ennyi. És ez egy bonyolult sztori, de igazából anya így kb. 3 óra alatt mesélt el az egész 16 évet, ami ott történt, meg amit ő tud róla. És hát egy kicsit sokkolt a dolog. De aztán így most már volt ideje leülepedni. 16 éves voltam amúgy. Igen, igen, azt mondtad a videódban. És akkor utána így felpakoltatok és megkerestétek, vagy ezt? Nem, ő akkor már azért anyát se kell félteni. Tehát rosszabb, mint az FBI, amúgy mindent kinyomoz. Ez úgy volt, hogy amúgy is mentünk volna nyaralni, és akkor én akkor meg nem gyanakodtam rá, meg nem is mondta, hogy miért menjünk oda, Antaliába. Amúgy nem szoktunk. Szóval, hogy ez már túl messze van, meg nem szoktunk oda menni, tehát nekem nem volt gyanús, meg akart más helyet is nézni biztos azért. És akkor... Hát közben kiderültem, hogy a apukám ott lakik és dolgozik, és ha nem kérdezek amúgy rá anyánál, akkor így el sem mondta volna előtte, hanem csak amíg odafele utazgatunk addig. Aztán. Így a 24 óra alatt dolgozzam fel. És amikor mondta, akkor milyen érzések voltak benned? Ez semleges, leginkább amúgy. Nem volt. És az a legdurvább amúgy, ezt nagyon sokan kérdezik, és nem fogja megérteni soha senki sem, aki teljes nem családban nőtt fel, vagy ismeri az apját. Mert ő megsértett, hogy amikor én találkoztam vele, és ott voltunk egy hétig, én nem tudtam őt apának hívni. Tehát, hogy egy vadidegen embert. Megpróbáltam, nem ment. Miért ő ezt elvárta volna, vagy? Utolsó este megkérdezte, hogy mit gondolok róla. A lehető legrosszabb kérdés volt, amit kérdezhetett volna, mert egy hét után egy vadidegen emberről, aki amúgy az apád, mit gondoljak? Úgyhogy 16 évig nem volt sehol. Igen. Úristen, az és nagyon hát nagyon összevesztünk. Én ott mindent elmondtam, ami bántott, és amit sosem fog tudni jóvá tenni. Hát szerintem ez így leperget róla, és a legszomorúbb az egészben, amit és sose fogok elfelejteni anyának, nyilván már megbocsájtottam neki, szóval nem arról van szó, csak hogy ezt nem fogom tudni elfelejteni, hogy őt védte, és nem engem. Ez tudod, hogy miért nagyon érdekes, mert anya is így van. Anya is így van apával. Nekem egyértelműen azért védte őt, mert nem is van a ti helyzeteteket. Csak most ezen felkaptam a fejemet. Nálam az volt a szituáció, hogy azért védte apát, mert nem akarta, hogy azt érezzem, hogy esetleg el akar szakítani tőle, vagy esetleg, hogyha én szeretnék továbbra is találkozni apával, vagy tartani a kapcsolatot, mi most nyáron találkoztunk először, úgy igazán, hogy nem akarta azt, hogy azért támogatta őt, meg azért védte pár dologban, hogy nem akarta, hogy azt érezzem, hogy el akar tőle szakítani, vagy hogyha én esetleg még akarom vele tartani a kapcsolatot, akkor ő annak útjában áll. És azért sokszor még maga ellen is, tehát saját maga ellen is védte. Nem lehet ilyesmi helyzet nálatok? Szerintem ő addig a 16. évig, lehet, hogy még ma is, abban reménykedett, hogy itt van esély arra, hogy mi egy család legyünk. És a legszomorúbb az volt az egészben, hogy apám ezt ki is használta akkor, amikor találkoztunk, és végig azt mondogatta, hogy így együtt fogunk élni, bla 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 bla, tehát ezt egy épeszű ember nem hiszi el. Hogy ha eddig nem, akkor ezután miért? Főleg, hogy amúgy volt valaki-e akkor már. És ez egy kicsit bonyolultabb sztori. Nem mondtam el a videóban sem mindent, persze, csak nyilván. Így nagy vonalakban. De engem az ott nagyon bántott, hogy anya azt mondta, hogy én hogy beszélhettem így vele, és miért kellett nekem ezt csinálni. És hogy nem érdemelte meg. De. Egyértelmű, megérdemelte. De, mert most nem fogom magamban tartani, amit gondolok. Én oroszlán a horoszkópom, világéletemben olyan voltam, hogy ami a szívemben az a számon, és nem fogom a véleményemet visszatartani. Főleg egy pont ebben a témában. És amúgy a legszomorúbb, amit soha nem fogok tudni megbocsátani, mert az nem érdekel, hogy itt hagyott. Nem érdekel. Nyilván volt rá oka, amit nem fogok megérteni, de az, amit nem tudok neki megbocsátani, az az, hogy a családnak elfelejtett arról szólni, hogy hát neki van egy gyereke. Elfelejtett? Elfelejtett, vagy nem akart, igen. Szóval, hogy
a nagyszüleim azok meghaltak. A nagypapám előbb, mint hogy így anyát megismerte volna apám, de a nagymamám az még élt akkor, és bőven élt amúgy még, amikor... Te már voltál. Amikor én már voltam, és így nem. Tehát, hogy ő meghalt úgy, hogy nem tudta, hogy van egy unokája. Ez annyira borzalmas. A nagynéném az 2 évvel ezelőtt tudta meg, hogy én létezem. Csodálatos, csodálatos. Tehát, nagyon jó kis szaftaszori, anya mindig azt mondja, hogy ebből egy könyvet kellene. Szabad megkérdeznem, hogy mert nálam kiderült, hogy aztán hirtelen még rajtam kívül vagyunk hárman. Nem, nincsenek tesó. Nincs. Elvileg nincs. Igen, én is aztán így idővel tudtam meg, szóval hát reménykedjünk benne, hogy most már nem is lepnek meg bele téged. Hát hogy... remélem. Mert igen. Mondjuk, akivel együtt van hölgy, ez most már 70 fele ballag. Hozzáteszem, apukám 55 most. Akkor is kivonni. Igen. Vonjátok le a következtetést. Igen. Nem is arra gondoltam, hogy új, hogy új testvér, hanem hogy bejelentik, hogy amúgy van egy tőled idősebb. Nem hiszem. Ez annyira kemény, és nem is tudom, hogy erre ilyenkor mit lehet reagálni, mit lehet semmi. Egyszerűen hát sajnálom. Hát amúgy az a baj, hogy nekem ez már unalmas elmesélni. Persze, egyébként. Nyilván. Mert akárki új embert ismerek meg, mindig hát nyilván szóba kerül. Igen. Félig török vagy, és ki de török? Ah, de nem ismered apukát. Akkor ez hogy is van? Igen. Mindig ugyanott lyukadunk, szóval nekem egy kicsit unalmas elmesélni, most már leginkább csak elküldeném a videó linkjét. Igen. Nézd meg, aztán választ kapsz. Végül is lehet. De ja. És van benned valami olyan érzés, hogy legalább, hogy ezek is olyan emberré tettek, aki most vagy, és pont, hogy... Pont olyan. Hát nyilván voltak nehéz pillanatok. Egyébként pont amikor elkezdtem a sulit, hogy nagyon sokáig az volt bennem, hogy lehet, hogy ezt már nekem nem is kellene tanulnom, meg nem is itt lennék, hogyha ez nem történik meg. Tehát, hogyha benne lett volna annyi, hogy jó, akkor felnevelem ezt a gyereket, ha már megcsináltam. És amúgy sokan azt gondolják, hogy nem voltak házasok, de összeházasodtak anyáik. Össze is házasodtak? Igen. Szóval, hogy nem szerelem gyerek. Abban az értelemben, hogy nem is. Hogy nem igen egy éjszakás. Ez így még ijesztőbb, mert hogy a férje volt. És amúgy mondok még valamit, mert azt nem tudom, hogy a videóban mondtam-e. Csak hogy még roncsam az imázsát. Ugye anya nagyon sokat nyomozott, és amikor én 3 hónapos voltam, akkor vált ő el ott kint Törökországban, úgyhogy bejelentette anyát eltűnt személyként. Most ebben nem is ez a durva, hanem az de hogy... ez is. Az, hogy van egy olyan törvény, vagy legalábbis akkor volt egy olyan törvény Törökországban, hogy ha össze vagy házasodva valakivel, és született gyereketek, akkor 3 hónapos koráig a gyereknek nem válhatsz el. Ja, és ő 3 hónapon belül? Tehát, hogy akkor, amikor én 3 hónapos voltam. Ja, akkor, ja igen, akkor abban a pillanatban. Azt megvárta, azt tudta. Tehát addig várta még, Jézus szent kutyája, mi a faszom. Mondtam, hogy ez szaftos sztori. Tényleg nagyon komoly. És az is annyira érdekes, hogy ugye félig török vagy, és benned van ez a törökség, de nem tanították már meg anyanyelvi szinten, vagy hát már rögtön kiskorodtól a kultúrát, meg a nyelvet. Amúgy lehet pont ezért még erősebben. Még erősebben akarhatod. Igen, ezt. Egyrészt, másrészt meg azért az is, hogy anya minden évben kivitt, amikor már elég idős voltam, meg amikor ilyen 3-4 éves lehettem, emlékszem, hogy fürödtem a kedv, és akkor megtanította a számokat, a csempéket számolgattuk törökül. Tehát, hogy azért anya próbálkozott, meg szerintem azért örül neki, hogy végül is ez a vonal, ami érdekel. Engem az lepett meg leginkább, hogy annak ellenére, hogy ugye apukád volt a török fej, és apukáddal ilyen rosszul sült el minden, az lepett meg, hogy nem utasítod el így az egész török vonaladat. Nem, pont ezért nem szerintem. Pont ez a kapcsolódási pont. Azon gondolkodtál, hogy életvitelszerűen kimész oda? Igen, ennek több... problematikája van. Gondolkodtam abban is amúgy, hogy kint folytatom a sulit, vagy kint kezdek el tanulni. Hát meglátjuk, még nem zártam ki teljesen ezt az opciót, akár egy mesterit, vagy akár kint folytatni. Dolgozni nem feltétlen szeretnék kint. Maximum
amit amúgy többen mondtak, meg a tanárok is, hogy kezdjek el törökül videózni. Wow. És van amúgy egy török csatornám, amin egy darab videó van törökül. Igen? Igen. Csak annyira nehéz még azt is. Erre is alig van időm. Persze, nyilván. Tehát, hogy azért az nagyon sok munka, pláne egy idegen nyelven. Nyilván. Nem tudom. Mondhatod. Ja, nem, csak hogy azon gondolkoztam, nem tudom, milyen a török videó piac, vagy hogy ott török az, hogy youtuberek. Még szoktál-e török youtubereket szoktam, például nézni? Szoktam. Olyan. Igen. Hát azért ott is van rendesen lehetőség. Ah, meg ugye az ott egy sokkal nagyobb piac. A Törökországnak azt hiszem legutóbb, amit tudok, hogy 80 milliós lakossága több. Van? Több már? Mm. Én egy régebbi adatot tudok. 100 akkor. Valamennyi. Már 100? Mm. Hát Isztambulban laknak csak... 10? Nem akarok érségetni. Többen, ilyen 30-40 millióan. Mondjuk annak majdnem a fele bevándorló, szóval, hogy így. De várjál, agglomerációval együtt? Vagy csak így a... Isztambul. Jézusom! Tehát egy városban 10, vagy 10, 3-4 magyarországnyi uh-huh. ember. Az sok. Sok. Egyén szólva. Igen. Aha. De hogy folytatva ezt a török, hogy kint dolgozni, hogy annak mi a, hát vagy kint élni úgy, esetleg. Egyébként én, ha megkérdezik tőlem, hogy mit akarok csinálni, az a probléma, hogy én nem is tudom magam úgy elképzelni, hogy beülök egy irodába, vagy dolgozok egy cégnél. Uh-huh. Most is nyilván egy cégnél dolgozom, de hogy az egy kicsit más ez a guide dolog. És hát ezt nem tudom abszolút elképzelni. A videózás sokkal jobban, meg látok is benne lehetőséget, de valahogy nem lenne időm rá úgy. Nem tudsz elég ráfeküdni. És egyébként nagyon sok lehetőség van benne a török piacon. Tehát, hogy nagyon sokan vannak ugye a törökök, hamar tudsz feliratkozókat szerezni, meg olyan nézettségi tábort, hogy azzal lehet már valamit kezdeni. Meg a tanárom mondtam úgy, hogy hát én exotikum lennék számukra, ugye félig magyarságom. Igen. Visszafele lenne, igen. Szóval, hogy látok benne rációt. Csak hát időkérdése minden. Persze. És akkor addig még kérdezünk a magyar YouTube-ról, mert az viszonylag igen. egy relevánsabb dolog, hogy pont most mondtad, hogy most már szabad igen, vagy freelancer. Szabadúszó, vagy igen, freelancer szót kerestem én is. Tehát ott hagytad a partnercéged, és hogy ez miért volt, vagy így mi a hát igazából ez az e-mailben úgy van megfogalma, hogy közös megegyezés alapján. Nyilván ők kezdeményezték ezt, hogy nem látják már célját, meg értelmét annak, hogy mi együtt működjünk. Nyilván én is gondolkodtam már akkor rajta, hogy mi is legyen, meg nem biztos, hogy nekem való ez egy együtt működni velük, amikor nem sok mindent adnak hozzá a csatornámhoz. Úgyhogy így úgy voltam el, hogy legyen. Azóta pedig boldogan élek. Nem lettem kevesebb. Egy gonddal kevesebb. Igen, pontosan. És a videózást akkor továbbra is hűszerűvel. Hát kevesebb videóm van, mint amúgy amennyit szeretnék. Mindenhonnan megtervezem, hogy ezt meg ezt meg ezt szeretném. Ennek körülbelül az egynegyede valósul mindig meg. Ismerős. Nagyon nehéz, úgyhogy mellette dolgoznom kell. Két helyen is dolgozom most, meg a suli. Most jönnek ugye a vizsgák, szóval elég nehéz beiktatni. És a magyar YouTube közösségről beszélgettünk mi már többet, mert én viszonylag újként belecsöppentem, teljesen naívan, boldogan, és szerintem pont te voltál az egyik első, aki mondtad, hogy hát azért ez nem fenék annyira. Egy tejfel. Igen. Nem minden, ami csinálni. Hát én nagyon régóta videózom amúgy. Hány éve pontosan? 6-7. Tehát ahhoz képest nagyon kevés feliratkozóm van, meg kicsi a nézettségem, de komolyabban, tehát úgy, hogy tényleg komolyan veszem, az azért nem olyan régóta, olyan 3-4 éve maximum, és az első olyan pont, ami ilyen meghatározó volt számomra, még Fehérváron laktam, és ugye Anfield is fehérvári volt, vagy még mondom, nem tudom, hogy most hol lakik. Én is laktam Fehérváron. Úristen, mennyi közös pont. Igen. A Tóvároson laktam. Uh-huh. A Tóváros lakótelepen azt úgy tudod, hol van? Tudom. Ott. Igen. Igen, én is ugye Fehérvárra jártam suliba, és egy péntek estén az egyik kocsmában megláttam, és így akkor én már néztem a videóit, előtte amúgy nem ismertem, és
oda mentem hozzá, és elkezdtünk beszélgetni, és akkor szóba került az, hogy én is videós vagyok, meg hogy nézem a videóit, meg mit tudom, és akkor így elkezdtünk beszélgetni, bejelölt Facebookon, aztán ott folytattuk, és ebből jött a közös videó. Kettő is. Uh-huh. Egy gameplay, meg egy sima videó. És aztán így ez a tök jobb barátságnak indult, szerintem nem tudom, mi romlott meg ebben. Tehát ott kezdtem így belecsöppenni. A YouTube közösségben. Igen, mert hogy akkor, ugye ő már a partner cégnél volt, és akkor volt az első OVS. Uh-huh. Az legelső. Legelső. Úristen, akkor te az egész történelemnél ott voltál. Igen, itt a háttérben megbújtam, és akkor nagyon rendes volt, és felírtak, és én is mehettem. Sőt, ráadásul ilyen YouTube backstage-ben. Wow. Szóval így nagyon extra volt az első ilyen élmény, és akkor ott egy csomó mindenkit megismertem, és onnan kezdődött. És az az időszak jó volt. Akkor még... Ez így a hanyas évek? 1900? 30. 30. Hát jó régen volt, mert basszus. 17-18 éves láttam. Szóval most már az olyan 3-4 éve. Uh-huh. És akkor onnantól volt meg a motiváció, hogy na, akkor lát nekem ezzel egy komolyabban kellene. Uh-huh. És amúgy ő tök rendes volt, egy csomó mindenben segített, tanácsokat adott. Reméljük, nem szakad ránk. Szóval, hogy nem tudom amúgy, hogy mi romlott meg, amit nagyon sajnálok a mai napig. Uh-huh. Mert amúgy tök jó volt, hogy valaki videós tényleg így közel van. És hogy kvázi majdnem egy városban lakunk. Aztán így egyre több videóst megismertem, például ott OVS-en is. Hát aztán így jött minden magától. Most már azért nem mindenkivel tartom a kapcsolatot, sőt, nagyon minimális. És akkor te azzal egyetértesz, hogy nekem sokan hallottam már azóta, hogy ez a YouTube közösség, mindenki így fúrja egymást, kibeszéli egymást. Kezd, tudod, sokan, ha sokat járnak össze, akkor mindenhol egy kicsit ilyen beltenyészet, meg ilyen valóságshow feeling lesz. Na hát itt is szerintem ugyanez van. Én nem vagyok annyira benne abszolút. De hát azért hallani ezt, azt meg lát az ember ezt, azt. Látom, hogy ezért... Én engem nem bánt, hogy nem vagyok része ennek a YouTube közösségnek. Nem is feltétlen szeretnék így annyira benne lenni a közepében. Nem is bánt, mert nyilván vannak olyanok, akikben csalódtam, vannak olyanok, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, nyilván ők a fontosabbak. Persze. Meg akik... Tehát, hogy én azt vallom, hogy csak olyan emberekkel vegyem körül magam egész életemmel, akik pozitív hatással vannak rám. Uh-huh. Nyilván, akivel nem tartom a kapcsolatot, az nem szeretném magam mellett, mert nem, nincs rám jó hatással. Uh-huh. Hát nem tudom, aztán én is hallottam, hogy ez a... Van egy, akik mindig mondanak, hogy mekkora csicska az a végdúdi. Ezt már én is hallottam. Igen, hát akkor... Jaj. Több helyről fúj a szél. Lehet igaz. Igen. Hát, de főleg mostanában elég nagy balhé van így az egész YouTube közösségen belül, igen, szóval... Igen, na hát látjátok, ezért jobb távol maradni. Igen. Nem éget meg a tűz. Igen. És tényleg. Pedig nem hittem volna, hogy a magyar YouTube-on is ilyen nagy. Igen, dolog. És amúgy a másik, ami nekem nem szimpi, mert mondjuk nem szeretnék újjal mutogatni senkire, meg nyilván nem mondok neveket. Uh-huh. De tudjátok, úgy van, hogyha bekerülsz egy közösségbe, és mondjuk neked nincs annyi követőd, de azok, akik közébe kerültél, és eljártok ide, oda, amoda, nyilván megosztanak Instastory, Instagram, itt-ott, amott, anélkül, hogy amúgy te lehet nem azzal a szándékkal vagy ott, hogy kihasználd az ő feliratkozóikat, meg elszedd, akit csak tudsz, meg hogy növeld a az ő hatalmász fel. Igen. Mégis megtörténik. Hát igen. Igen. Vannak YouTube-os baráti közösségek, tudjuk. Igen. Akarva, akaratlanul is meg leszel osztva. Persze, nyilván. Mintha egy sima barátodat osztanod igen, meg. Igen. De nekem is hányszor volt olyan, hogy a barátnőmet beteggeltem Insta Story-ba, és jött vagy 100 követő. Igen, én is mindig, igen. Igen. Szóval, hogy pláne, hogyha látják, hogy folyamatosan együtt lógtok. Ez amúgy egy jó marketing lehet nekünk, és ezt kéne. Hát én ezért mások felhasználhatom.
Igen, meg ez is olyan rossz, hogy nem a nulláról indítok az ismerettségnél, mert ott van a nevetek mellett már egy szám, hogy, igen. Hogy már alapból, hogyha neked kevesebb van, és úgy mész oda hozzájuk, akkor már úgy jön le, mint hogyha pláne ki amúgy, hogyha tényleg őket. Így van. Igen, gyakran szerintem tényleg így van. Igen, csak ezt nem vallják be. Igen. Én bevallom. Hogy ez a leg... Tehát, hogy engem úgy neveltek otthon, hogy dolgozz meg valamiért. És én egész, míg felnőttem, ezt láttam, hogy anya keményen megdolgozott azért, amink volt. És hát igen. Ezt így... Valaki a könnyebb utat. Nem tudom elnézni. Úgyhogy ezért nem tartom sok emberrel a kapcsolatot a videósok közel amúgy. Hát igen. Nem tudom. Mármint, hogy mert nekem is van egy csomószor, hogy valakit nagyon szeretek, mert esetleg évek óta néztem, és már az a tudat, hogy beszélget velem, és jobban lehetünk, már az olyan nagy cucc, és én nem akarom, hogy azt higgyék, ettől rettegek, hogy azt higgyék emberek, hogy én bárkit fel akarok mászni. Igen, amúgy, tehát, hogy elkezdek valakivel, nagyon vicces sztori, meccseltem egy videósal Tinderen. Igen. Wow. És elkezdtünk beszélgetni, és én nem tudtam amúgy, hogy ki vagyok. Ja, nem tudtad, hogy videózol? Akkor még. Okay. Akkor elkezdtünk beszélgetni, aztán így szépen finoman rávezettem a dologra. És amúgy onnan beugrott neki, hogy velem már találkozott a videós gálán. Szóval így elég sokat beszélgettünk. Aztán mit akartam amúgy mondani? Meccseltetek sokat? Igen, szóval sokat beszélgettünk, és így nem tudta, hogy én ki vagyok. Én nyilván tudtam, meg így nagyon vicces hát sztori volt. És hát aztán is szépen finoman rávezettem, de hát kvázi ennyi volt, most nem is találkoztunk. Csak a videós gálán. Ja. Igen, az jó volt. Most már úgy, hogyha megyek, akkor lehet kínos lesz. Amúgy ez nekem is volt, hogy Tinderen csak egy poénból meccseltem, és elkezdtünk beszélgetni, de aztán találkozni a videós gálákon, ott már az adat, nem akart beszélgetni, vagy akkor mondjuk gáz. Ja. Hát igen, ez szerintem egy tökéletes végszó. Igen, a youtuber közösség drámái mindig tökéletes végszó. Igen. De ez nem is dráma most. Itt nem jó, dráma, nem, ez persze. Csak a véleményem. Igen, ez csak egy tény. Vagy ha még van bármi, amit szeretnél mondani. Amúgy annyira imádom, hogy ilyenkor mindig behajolsz, és így a hajattól engem senki nem lát. De még a hátra dől, akkor se látsz. Igen. Nem tudom már, hova dőljek. Tehát, hogyha még van bármi, amit szeretnél mondani, akkor nyugodtan. Kérdezzetek, mindenre válaszolok. Igen, tudom, de már... Kifutottunk az időből. Nem is tudom, hogy mióta csináljuk. Hát 50 fölöttünk. Tehát... Mi a fő pontokat, amik így nagyon megfogtak minket, azokat végrohantunk. Meg főként köszönjük szépen, hogy eljöttél. Főleg ilyen utolsó perces meghívás. Mikor írtunk? Tegnap éjfélkor? Kávé. Tegnap éjfélkor, és most 18 órával később itt vagyunk. Ebből hogy mennyi dolgom van. Igen. Nagyon örülünk, hogy itt voltál, és nagyon örülünk. Tehát amiket mondtál, szerintem még egy vendég sem nyílt meg ennyire, mint te, meg amiket az a helyzet amúgy alapvetően velem, hogy új emberekkel annyira nem téged, azért már ismerlek egy ideje. Meg tudom, hogy azért nyilván olyan dologon nem fogok beszélni. Persze, ami ilyen mélyen húsba vágó. Ezeket a dolgokat azért, ha megismerek valakit, neki is elmondom. Ha megismerkedek valakivel. Szóval... Szerintem tudod ki Trisha Paytas, külföldi youtuber? Az, amikor nekem az tetszik benne, hogy amikor ő is olyan őszintén elmond olyan, ilyen sztorikat, amit a te sztoritáimért az kicsit így ráemlékeztetnek, hogy legtöbben azért jó fényben akarnak feltűnni, mert ezzel te nem tűntél fel soha rossz fényben, csak hogy olyan sztorikat meséltél el, amiket szerintem mások annyira nem mennének. Igen, amúgy még amikor a partnercégnél voltam, akkor a Csajci, aki velem foglalkozott, ő mondta, hogy hát ezek nagyon nézett videók lehet, hogy erre kellene egy ráfeküdni, és akkor ebből többet, de minden héten storytime-ot töltsek fel. Igen, mi lesz a csatornából akkor, meg kikkel tudnék akkor együttműködni, ha csak storytime-ot töltenék fel ilyen pszichológusokkal? Igen. Meg egy idő után kifogysz a storyból, tehát igen, akkor... Azért annyira sok minden nem történik velem. És amúgy az jutott eszembe, hogy lehet azért jött sok olyan komment mindig a storytime videók alá, hogy hát én beteg vagyok, meg nekem pszichológus kell, meg mentálisan nem vagyok rendben, hogy egymás után végignézik ezeket. De hogy ezek nem egyszerre történnek ezek a dolgok. Igen, persze. Igen. Tehát, hogy itt legalább fél év különbségek vannak.
Hát ez az. Elég durva lenne az életem, ha minden egyszerre történt. Hát ezt kell látom. De annyira jó, hogy van egy platform, ahol ezeket el lehet mesélni. Igen. Megnézhetik, pletykálhatnak róla. Igen. Igen. Meg hát, ha megnézi az, aki tette, és kicsit magában néz, az is egy olyan kis károló. Nem, azok pont nem fognak. Aztán a Réka mondta ezt amúgy. Mert az ő videó. Ja, igen. Ja, hogy pont, hogy idegesek lettek az osztálytársai. Igen. És annyira vicces amúgy, hogy visszajutnak a dolgok, és tudom, hogy nézik a videóim, de hogyha annyira röhögnek a videóimon, ez így jutott vissza hozzám. Ez az utolsó kamránk is meghalt. Oké, okay, még itt még ezzel még ezt mondom. Szóval, hogy tök vicces, hogy visszajutnak, és a dolgok, és hogy röhögnek a videóimon, és ezért nézik, mert amúgy vicces nekik. De amúgy köszönöm, hogy megnézik, mert ez nekem... Nem, megtekintés, közi srácok. Igen, tehát hogy ez addig már nem jut el. Hogy ezzel neked igen. segítenek. Hát ez az. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nézzétek köszönöm. Továbbra is Aisha videóit, igen, az Aisha. Utálok végképp. Én pár rögre így gondoltam. Aisha YouTube csatornája, a másikat is, mind a kettő, és Instagramja be lesz linkelve a leírásba, csekkoljátok le mindenképpen. Van még valamilyen social médiád Instagram és YouTube-on kívül? Hát mindenképpen minket is megtaláltok, itt is, Instagramon is, ha szeretnétek, kövessetek minket továbbra is, és hát köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük neked. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Garázsmenet.